Kéri Lászlóval folytatjuk, és azért kértem, hogy jöjjön el mást, mert kíváncsi vagyok, hogy mit gondol, hogy egy ilyen orbáni erőpolitikával, hatalomra, agresszivitásra épülő kormányzással szemben mi az az alternatíva, ami szimpatikus lehet, és itt most láttak néhányat, ugye egy 19 éves fiatal autóversenyzőt, mint jelöltet, egy szakszervezetést, egy kiábrándult fideszest, aki a Jobbikot azért javasolja, mert hogy korrupciómentes egyelőre ez a párt. Jó estét kívánok! Mi lehet az a verzió, ami beválik? Ez mind. Mindegyikkel próbálkozni kell, mert szerintem a lényeg, és akkor lehet, hogy megkönnyítjük a nézők és a maga dolgát is, hogy gyorsan befejezhetjük a műsort, hogy gyorsan elmondom az összegzőt. Nézők szeretik önt hallgatni, úgyhogy ne akarjon gyorsan befejezni. Szóval akkor mégiscsak az összegzővel kezdem, hogy azért fontos mind a három meccet, amit mondott, és még 33 másik is, hogy ez lehet a valós alternatíva közép és hosszú távon is. Egy olyan fajta hatalomgyakorlással, amelyik sikeres 8 éve, mert föntről a politikai nyelvén és a politikai hatalmi szempontokat mindig valami olyanba csomagolva nyomja lefele a társadalom nyakára, hogy ezzel folyamatosan meg tudja téveszteni a társadalom egy jelentős részét is ezzel sikert arat. Ezzel szemben ez lehet az út, amit ma is most többen megmutattak, hogy az egyetlen védekezés a társadalom maga. A maga realitásaival. Csak a magyar társadalom meg nem homogén úgy, mint ahogy ezekkel a konzultációs papírokkal, meg iszonyatos erővel sugalt propagandával egységessé tesznek egy bizonyos tábort, mert csak az fűzi őket össze, hogy csak a Fidesz és senki más, és csak Orbán Viktornak hiszünk, és senki másnak. Ezzel szemben megvan egy hihetetlenül tagolt magyar társadalom, amelyik a munkajellegnél, a szociális helyzeténél, a település szerkezetnél, a közelmúlthoz, a távolmúlthoz való viszonyában, a jövő alternatíváihoz képest, és mindenféle szempontból tagolt, de ezek mögött, a tagoltságok mögött ilyen tízezres csoportok, csapatok vannak, meg rétegek, akár százezes rétegek is, akiket itt ma megidéztek. Ez lehet az egyetlen, és hát én már annyira szégyellem ezt tényleg, hogy évek óta hányszor behívnak ilyen helyre, hogy ezt próbáltam mondani az ellenzéknek is, vagy az ellenzéki pártoknak is, hogy nektek is egyetlen esélyetek van, ha megpróbáljátok megtanulni ezt a hihetetlen módon megváltozott magyar társadalmat, ha megértitek, hogy mi a 2017-18-as magyar társadalom 1001 baja, és hát ezerféle baja van, és ezt próbáljátok meg politikává formálni, és nem a magatok üzenetét próbáljátok. Tehát kicsibe Fidesz játszatok ti is, csak egy kis tört Fideszt, és abból próbáltok megélni, hogy állandóan leleplezitek naponta százszor a Fideszt, aminek az égvilágon semmi értelme nincsen, nincs üzenetértéke, mert ezt nem, mindjárt befejezem, hogy ebben nem ismer magára a választó, ha egyszer azzal kezdenék, amit itt megidéztek ma sorba, a létező fájdalmakkal, gondokkal, bajokkal, amikkel együtt küzdenek 5 meg 10 éve, meg az egész település együtt küzd vele, ha azt fordítja le a politika nyelvére, és nem azt csinálja, hogy a politika nyelvét fordítja le a helyére, akkor lenne sik, akkor nagyon nagy siker. De a kísértés az nagyon nagy, mert hogy néha az ellenzék is, és a holdudvar is olyan stílusban, verbális stílusban kommunikál, ahogy azt a Fidesztől látjuk. Néha, és mindig. Jó, próbáltam diplomatikus lenni. Igen, magának kell, nekem nem. De, és hogy ön is a 168 órának adott interjújában pont úgy fogalmaz, hogy egy kicsit fideszes már a sarki boltos, a piaci árus is, és a korszellem is. Igen, és ez ugye azért veszélyes, mert ez öntudatlanul ment végbe. Ez nem úgy megy, hogy tudatosan akarják Orbán Viktort vagy a Fidesz sikerét majmolni, hanem fölveszi azokat a rejtett üzeneteket, és figyelés tanulja a mintát máshonnan, hogy azt látja, hogy uram, atyám, ebben az országban 2010 után az boldogul, aki erőszakos, az boldogul, aki félre söpör mindenkit az útjából, az boldogul, aki az érdekeit könnyörtelenül érvényesíti, főleg akkor, ha van mögötte vélt vagy valóságos hatalmi támogatás, akkor végképp nem tudok vele mit kezdeni. Egy általános iskolai tantestületben ugyanúgy nem, mint egy üveges műhelybe, vagy a piacon, vagy bárhol, és ez a fajta minta, hogy az erőből való politizálás, ez meg
kísértette az ellenzéket is, és az azért nevetséges, mögöttük meg nincs erőt. Csak a stílust vették át, én meg a hangerőt, és akkor azt gondolták, hogy ha féligazságokat nyom a Fidesz és személyesen Orbán Viktor oly nagy sikerre minőt, akkor ő majd a másik felét a féligazságnak elkezdi mondani, hát ha győz vele, csak az a helyzet, hogy kétféle féligazságból irgalmatlan baromság jön, hogyha összerakják, és nem az igazság jön össze belőle. Igen, ez az út nem járható. Ez nagyon érdekes, hogy mondtam is magának napközben, hogy ez a Tamás Gáspár Miklós írás az Ésben, ez szerintem nagyon megfontolandó, hogy tudomásul kell venni, hogy bármennyire is nem tetszik nekünk Orbán Viktor, bármennyire is nem tetszik a Fidesz rendszer, nincs jogunk, és nem is tesszük jól, ha átveszik ugyanezt a fajta erőből való hegyke, erőszakos, és meg tudjuk mutatni, hogy mi is tudunk olyan bunkók lenni, mint ti, hogy ezzel az égvilágon semmire nem lehet jutni, mert nem ezt várja a magyar társadalomnak az a része, akiket megidéztek. De nem ezt várja? Nem ezt várja. Ez egy óriási tévedés, mert a Fidesznek bejött, de a Fidesznek csak annak a szegmensének jött az országnak, akit ilyenné nevelte. Ez a része sem volt ilyen az országnak. Ez is egy nagy csapda. Ebben őrült nagy nevelési munkája van a Fidesznek. 2002 előtti kormányzati periódusban már voltak erre jelek, de akkor még nem volt domináns. Az ellenzéki időszakban már volt erre nagyon sok példa, hogy erőt mutatni, még ha kisebbségben vagyunk akkor is, és az volt a röhelyünk akkor is, hogy többször tudtak erőt mutatni, mint azok, akik hatalmon voltak. Ha emlékszik rá, bár maga elég fiatal, mi kell emlékezni, hogy 2002 és 2010 között az utca a Fideszé volt, a köztér a Fideszé volt. Az a Fidesz szokása volt, hogy tömegeket vonultatok fel állandóan, a Szociális Koalíció meg el volt foglalva az aktuális általában maga által teremtett válságoknak a megoldásával, neki már nem jutott tömeg. És ezt a fajta erőpolitikát átvitte utána az intézményesen megszerzett hatalomba Fidesz, és csak ezt csinálja. A többiek meg nem látják be, hogy nekik nem áll jól az erőpolitika, mert állandóan lelepleződnek, hogy kisapám, te mit hepciáskodsz? Hát van neked 8%-os támogatottságod, meg minek a nevében vagy te ilyen nagy legény? És sokkal inkább azt látom, hogy azok a típusok értékelődtek föl az utolsó fél évben, már sajnos későn, akikben inkább van ez a fajta beleérző képesség, van ez a fajta szociális és kulturális empátia a társadalom különböző... Igen, de a pártokra nem tudják átvinni nem, ezt sajnos a szimpátiát. Sajnos ezt látom, hogy még azok a jó képességű emberek itten a Szabó Timától a Karácsony Nyergély, vagy minden pártban van ilyen, csak nem ők a meghatározók sehol sem, pedig szerintem ennek lesz. Társelnökök most pont Karácsony Gergely is megszabott. Igen, de hát látom, hogy hirtelen nagyon útba lett mindenkinek, aki meg egy ilyen nem azzal a stílussal akar érvényesülni, ez megint hosszú, erre szerintem ma nem lesz idő, de a mögötte levő jelenségre talán most még van, hogy szerintem, ha a tagolt magyar társadalomnak egy megértő nyelvét beszélnék, egy nem kioktatni vágyót, és nem az, hogy csak bízd rám, majd én megoldom helyetted, csak hagyd rám, ez az, ami a Fidesznek bejött, ez az életben nem fog bejönni az ellenzéknek. Ha egy párt lenne, nem hat, akkor se jönne be, így hatféle módon pláne nem jön be. Egyetlen lehetőség van a Fidesz által államosított magyar társadalom számára megint társadalomként viselkedni, és minden politikai erőnek ezek a fiatalok, akik itt ültek előttem 5 perce, szerintem ez a hangnem, ahogy emelt fővel az, hogy nehogy a frász akar politikus lenni, csak egyszerűen kikérem magamnak, hogy megfosszanak a mindennapi politikai részvétel reális lehetőségeitől, ami mindenkinek jár, minden állampolgárnak jó, jár, hogy beleszólhasson a saját ügyeinek. Ha azt érzi, hogy ott voltak, látszott, hogy nekik fontos ez a tüntetés, jó hangulat volt, beleélték magukat, és utána azt tapasztalják január 31-ig, hogy nincs kormányzati visszajelzés, utána sincs, semmi eredményt nem tudnak elérni, akkor ez csak arra trenírozza őket is, hogy ide erő kell. Hát nem? Ez az egyik út, sokféle út van, szerintem meg még az is a Gandhi-féle út, hogy akkor 10-100-szor is fogok menni, egyszer majd csak meghátrál az erő is, amikor azt látja, hogy viszont a társadalmi többség meg mégiscsak velünk van. Ezt tudom, hogy így sután hangzik, de a mögötte levő tantörténetet mégiscsak érvényesnek tartom, hogy abban bízni, hogy egyszer megmutattuk, hogy velünk van a társadalmi többség, abban kár
Állandóan föl kell mutatni, nem egyszerűen csak tüntetéssel, a szociál médiában is, tehát mindenféle módon, hogy ugye ki lehet váltani most már az internet teremtette politikai közösségekkel azt a nyomasztó fölényt, ami van az államilag uralkodó tömegkommunikációban, és főleg a mindennapi érintkezésben. Tehát nem feltétlenül akkor kell csak empatikusnak lenni, amikor tüntetésen beszélek, vagy ide behívnak egy tévébe, lehet a nap 24 órájában a szomszéd a munkatársaddal az utcán. Tehát meg kell tudni változtatni egy olyan közhangulatot, amit a Fidesz ráöltetett az országra, de nem illik az országnak. Jó, ezt értem, és a Fidesszel lehet így beszélni. Mert ha eljön egy kormányváltás pillanata, igen, akkor így is muszáj kell. Lesz. Akkor szerintem így is kell. Így is kell. Tehát én nekem nagyon nem tetszik ezek a revansista hangok, hogy majd akkor előre, hogy majd ki fog börtönbe ülni, meg minden, meg... Na, de és akkor majd egy Kolt Péterrel, az ügyészség élénkkel... Sokféle ember majd meglátja, hogyha egy más hatalmi konstelláció veszi körül, akkor hirtelen felfedez magában másféle együttműködési képességeket is. Én azért, akik intézmények élén vezetők, azoknak a mérhetetlen alkalmazkodási képességében nagyon bízom, mert mindenki ennek a politikai kultúrának a fogja, amiben itt fölnőtt, úgyhogy nem lesz az majd ekkora gond, mint amennyire látszik itt, hogy lám, itten időzített aknákon ülünk. Döglött ennek a nagy része, és nagyon tanulékonyak. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy maradhatok a helyemen, vagy nem maradhatok, akkor hihetetlen már. Hány ilyet láttunk? Tudja, úristen, szóval így 88-ra jó, végig akkor gondolom. Más szóval szeretnék én már miatt aggódni, hogy ez legyen a probléma. Sokkal nehezebb az odáig vezető út, hogy lehet a magyar társadalmat még ebben a hátralevő, nem a hosszú idő, 2 hónap, ugye még van érdemben 2 hónap, meggyőzni arról, hogy rólad van szó, a te érdeked, a te felelősséged, a te jövőd. Tegyél le arról, amihez hozzászoktál 28 éven keresztül, hogy majd a pártok helyetted megoldják. Nem. Oda jutott Magyarország 2015-ben, hogy nem fogják a pártok helyette megoldani. Most már a magyar társamnak kell okosabbnak, intelligensebbnek, türelmesebbnek lenni, és nem magára venni ezt az erőszak kultúrát, hanem az erőszakkal szemben igenis egy megértő, türelmes, igen, ha kell, százszor kell bizonyos dolgokat elmondani. Csak egy mondatban, de nagyon kíváncsi vagyok, mi múlik, hogy ez az erőszak kultúra kire hat? Hát ez egy másik műsor lenne, erre készültem, erre van mondjuk a vázlatom. Egy ilyen rövid bevezetést. Arra azon múlik, hogy Orbán Viktor zseniálisan él vissza a magyar társadalom elmúlt 100 évi kulturális örökségének a feketébbik oldalával. A gics igényességgel, a sérelmi történelem tudatta, hogy mi mindig áldozatok voltunk, a nyelvi elszigetettségből adódó teljes tudatlanság a külfölddel, a gazdasági folyamatokkal való reális ismeretek teljes hiányából, és főleg abból, hogy hát azért generációk, hogy az állam ad mindent, ezt szokták, és el tudta hitetni, hogy most én vagyok az állam, most én tőlem kapsz mindent, aztán amikor nem kap, akkor tud mutatni, hogy más viszont kapott, ha befogod, aztán türelmes leszel, majd te is kapsz, majd még 3-szor megnyerem a választást, rád is sor kerül, és ez olyan erő van bent nagyon-nagyon sokaknak a fejébe ez, hogy a mindenkori állam az majd megold helyette mindent, hogy ebbe a szerepbe bele tudott bújni Orbán Viktor, nagyon jól játsza, zseniálisan él vissza ezekkel a képtelen gicsekkel és a magyar társadalom tragikusabb szemléletével, és könyörtelenül kihasználja ezt. Ez persze a többiek hibája is, hogy ezt már rég észre kellett volna venni, ők meg éppen rátelepedhettek volna a magyar modernizáció jobbik örökségére, jobbik arcára, de állandóan fogjai maradtak Orbán Viktornak, és azt hitték, igen, azt hitték az a politika, hogy minden nap leleplezik, és nem veszik észre, hogy 8 év után olyan unalmas, hogy századszor is leleplezik, mert nem történik semmi. Na, talán most sok pártpolitikus, ellenzéki politikus nézte ezt a beszélgetést, és akkor tanultak valamit. Bízom. Majd egy újabb korosztályok, igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm, és minden jó.